Ez a fenntarthatóság, ez egy új és nagyon kulcsfogalom a mai világban. Ennek a fogalomnak az égisze alatt rendezte meg a KITE ZRT, a NAK Szántóföldi Napokon a precíziós gazdálkodási bemutatót, ahol a fenntartható mezőgazdasági munka egyik legfontosabb elemére, a talajok védelmére koncentráltak. A technológia azon műszaki elemeit mutatták be, amelyek egy menetben több műveletet is el tudnak végezni, illetve megfelelő beállítással, sekélyen dolgozva, nem roncsolják a szükségesnél jobban a talaj szerkezetét. Itt már tavaly ősz óta ezen a bemutató helyszínen a fenntarthatóság jegyében zajlott a különböző műveletek. Azután pedig a mozgógépekkel azt mutatok be, hogy milyen megoldások, kulcslépések vannak. Láttunk olyat, hogy tallóhántás. Láttuk azt, hogy mennyire kell vigyázni a talajban lévő vízre. Hiszen, hogyha mi túlművelt talajjal, túlmozgatott talajjal azt éljük el, hogy kiszállítjuk a talajt és nem lesz bele vízkészlet, akkor a vetésünk az hiába lesz tökéletes, precíziós, jól megvalósított, de nem fog kikelni a növény. Láttunk olyat, és bemutatok a bemutatón, hogy alapművelés. Ott bizony van egy célunk, hogy a növénynek jó legyen, és úgy kell a talajt megművelni, hogy a növény gyökerének megfelelő mélységű művelés legyen. De ott is azt is bemutattuk, hogy azt úgy kell végezni, hogy a számadványokat jól összevágjuk, jól összeaprítjuk, egyenletesen elterítettük a talajon. A talajművelőgép a talajt úgy műveli meg, hogy a talaj felszín, ami mögötte marad, a sima, egyenletes, és lezárja. Így mondjuk egy őszi alapművelésnél sajnos azzal tapasztaljuk, hogy kevés a csapadék, kevés a víz, ami után pótlódik. Nekünk a mi kezünkben van az is, hogy talajban őrizzük meg a vizet. És mutattunk itt takaró növényeket is, és beszéltünk arra, hogy az is egy jó technológia, de viszont ott nagyon-nagyon fontos technológiában az, hogy a takaró növénynek az életét azt menedzselni kell, akkor, amikor elérte megfelelő fejlettséget, akkor a takaró növényt meg kell szüntetni, azt össze kell vágni, olyan állapotba kell hozni, hogy utána a talajba ez bekeverhető legyen, a talaj élet el tudja kezdeni bontani a takaró növénynek a maradványait, és így is ez is egy jó technológiai folyamat. Ha jól csináljuk, akkor jó lesz a vége. A talaj megfelelő módon való kezelése tehát nem csak segíti annak megőrzését a következő nemzedék számára, hanem a rajta élő növénykultúrák fejlődését is nagyban támogatja. Ha nem törjük össze a talajunkat a többszöri műveléssel, ha takaró növényeket használunk, vagy mulcsművelést alkalmazunk, a termesztendő fajtát vagy hibridet szolgáljuk ki. De pontosan hogyan is? Úgy, hogy hibrid és hibrid képességei különbözőek. Hibrid és hibridnek azok az előfeltételi hőösszegben, vízigényben különbözőek. Itt utaltunk arra, hogyha különböző technológiát választunk, és mondjuk egy forgatás nélkül technológiával dolgozunk, akkor ott például meghatározza az, hogy milyen mulcsborítottság van a felszínen. Ott az a mulcsborítottság meghatározza, hogy milyen a talajnak a hőmérsékleti anomáliája, milyenek a felmelegedési folyamatok, milyen hosszú ideig lesz meleg a talaj, milyen hosszú ideig lesz hideg a talaj, illetve hogy egy korai időszakban, például egy korai tavaszi időszakban mennyire képes egyáltalán felmelegedni. Itt mutattuk azt, hibrid sort lehetett látni például a kukoricánál, hogy nem egyforma, ugyanolyan időben elvetett hibrid, nem egyforma fejlettségű. Ez azért van, mert van olyan hibrid, ami kevesebb hőösszeggel is béli, és jobban tud fejlődni a korai időszakban, van olyan, ami viszont jobban érzékeny erre. És úgy kell választani hibridet, hogy ezekkel a folyamatokkal tisztában kell lenni például. Milyen hőigénye van? És mondjuk, ha én nekem egy nagyon előhaladott talajvédő módszeremmel végeztem a talajművelést, olyan hibridet kell választani, ami ebbe a rendszerbe illik, ami jobban el tudja viselni azokat a hidegebb körülményeket.